Hogy változtasd jól fizető vevőké a Facebook rajongóidat? Összeszedtem, amit az elmúlt hónapokban és mondhatom években sikeresen használtunk. Mi a lény legfontosabb szabály? Tervezd meg előre egy évre, hogy mit fogsz csinálni, akkor nem fog csalódást okozni. Irányítsd közvetlenül a vevőidet a honlapodra. 4-8 hetes kampányokat készíts jó hívó gondolatokkal, és közd a Facebookot egy rendszerbe a többi marketing csatornáddal. És most jön a java. Ezt végig is kell csinálni. Jól. Naponta 3-5 poszt hónapokon keresztül. Persze erre sokan fölkapják a fejüket, hogy hogyan, arra nekik nincs idejük. Ne, lesz rá időd, ha tudod, hogy hogyan csinál. A patka is csak akkor hoz szerencsét, ha jól rakod föl. Adok hozzá néhány tanácsot. Elmondom, aztán eldöntöd, hogy mit hogyan fogadsz meg belőle. Hány rajongód látja a posztjaidat? Jó, ha tudod, hogy átlag 17%-a. Nagyon hamar eltűnhetsz a szem elől a többi poszt miatt. Ezért küldj átlag napi 3 posztot. Aki lájkol, az nem biztos, hogy követ is. Olyat posztolj, ami tetszik, és megosztják, amiről beszélnek. Készíts be előre egy hónapnyi anyagot, hogy legyen időd másra is. Ezután már 1-1,5 óra alatt időnként újra feltöltheted a tartalékaidat. Ez a stabil háttér a tervre építve. És ehhez használd a Facebook időzítőt. Így időzíts. Még az időpontot, a nap szakot is megadhatod. Bejegyzés rögzítve, és működik. Nézd meg másnap. 1-2 hétre előre betöltheted, de többet nem, mert nem csak az üzlet, de az üzleti kommunikáció még inkább folyamatosan változik. És lazán beszélgess, ahogy a kollégákkal vagy a barátokkal szoktál. Légy rövid, mint egy SMS, ha csak nem éppen a tartalomért követnek. Gyűjts mémeket, ami tetszik, amiről beszélnek, amit megosztanak. A látták nem elég. Gyűjts jópofa képeket, ami tetszik, amiről beszélnek, amit megosztanak. A látták nem elég. Gyűjts megosztó képeket is, amit tetszik vagy nem, amiről beszélnek, amit megosztanak. A látták nem elég. A Google és a Facebook is díjazza több megjelenéssel, előbbre sorolással azt, amit a látogatók megosztanak vagy beszélnek. Sőt, csak az díjazza. Egy ütős tartalom többet ér, ha rámozdulnak, mint 100 kép, amit csak látnak. Segítsd a vevőt vásárolni, mixelj jól. 2-3 mém, ami a témáthoz megy. 1-2 saját kép és termék, közvetlen linkel a honlapodra. Ott is, ha lehet, a megrendelő lapra, vagy a terméklapra vezessen. Csak az köti hozzá a vevőidet, ami nekik tetszik. Persze jól neked is. Például az állásfoglalás, amivel meg tudod mozgatni őket. A nyereménnyel is meg tudod mozgatni őket, és nem biztos, hogy a saját termékedet kell nyereményben adni. Árengedmény, kupon. Ezeket ismered, bár sokan nem tudják, hogyan kell jól használni. Segítünk. De ne felejtsd el, hogy bármit is csinálsz, a lehetséges vevőid 10%-a fog csak az első héten vásárolni egy akcióban. Ezért készíts 4-6-8 hetes kampányokat. Egy 8 hetes akcióban a lehetséges vásárlások 50%-át csak az 5. héten kapod meg. A legtöbb vásárló a 4.-6. héten van. A kampány fél idejétől van az igazi nyereség. És ez az átlag igaz szinte minden kampányra, legyen az kisvállalkozó vagy multi. És ki akar megállni fél úton? Persze. Segíts rá a Facebook hirdetéssel. Nem kell 2297 forintot, illetve a felét az 1100 akárhány forintot fizetni. A Facebook kezdőnek 5-10 dolláros téteket ajánl föl, később visszaállíthatod akár 500 forintra is. Minap egy új hirdetés 2 hét alatt 28 lájkolót hozott, és azok, megnéztük, 148 újabbat.
vagyis 28-ért fizetett, 148-at kapott. Azért ez egy kezdő Facebook oldalnak és kampánynak nem rossz arány. Próba, szerencse, keresd magad degeszre. Igen, sokszor olyan dolgot is a szerencsétől várnak, amit tudással és munkával meg lehet kapni. Vedd kézbe a szerencsédet, látod, működik. Úgy, ahogy a kínaiak. A feng shui, a gazdagság, a sikerfogalmat a tisztességes munkával, a tudás által szerzett javakkal azonosítja. Ne tévesszen meg, hogy a média mindig az ellenkező példáról szól. Ha tetszik, akkor oszd meg másokkal is, és kövess minket ott, ahol neked a legjobban tetszik, mert van a Facebookon túl is élet.